Megtartotta évzáró tisztújító közgyűlését a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület. Az alkalom a Munka utcai általános iskola diákjainak műsorával indult. Majd Kustyán Ilona tanárnő előadása következett Petőfi Sándor életéről, költészetéről. A szervezet vezetője Keszeg Margit azt mondja, hogy a Jókai Egyesület utóbbi 22 évének a legnehezebb időszakán vannak túl. Azt hiszem mindenki számára ismert, hogy az eltelt időszakban, az elmúlt időszakban nem volt könnyű rendezvényeket szervezni. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy a Jóka Egyesület a kinti rendezvényeit mind a három évben, utóbbi három évben meg tudta tartani. Ilyen a Szent István napi ünnepség, a Magyar Népmese napja. Viszont a benti rendezvényekkel kapcsolatban bizony a legnehezebb év az 2021 volt, amikor lényegében minden rendezvényünket törölni kellett, és a 2020-ban azért is volt ez nagyon nehéz, mivel az Egyesület újraindulásának 20. évfordulójára készültünk, és abban az évben több rendezvényünk ezzel kapcsolatosan lett volna, ezeket nem tudtuk megvalósítani. Egyedül a kiállítás nyílt meg a Dunamenti Múzeumban, ami fél évig volt látogatható, de itt is el kell mondani, hogy a lezárásokra való tekintettel a látogatottság nagyon gyér volt. Ekkor jelent meg az És mégis élünk címmel, a 2000-ben újraindított Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület krónikája is. A tavalyi év első fél éve is a koronavírus árnyékában telt a nagymúltú szervezet életében. A második fél évben a Szent István napi ünnepség, illetve a Magyar Népmese napja is rendben lezajlott, nagyon nagy látogatottsággal érezni lehetett, hogy az emberek szeretik, tehát jönnek, mivel a bezártság senkinek sem kedvezett, és évvégére összpontosítottunk, amikor Alapi Gyula születésének 150. évfordulóját ünnepeltük, arra emlékeztünk. A Kultúrpalotában tartottunk egy ünnepséget ennek kapcsán, és egy kiállítást is nyitottunk a Dunamenti Múzeummal közösen, tehát együttműködve. Ez a kiállítás még most is látogatható egész júniusig, úgyhogy én arra kérem és invitálom a komáromiakat, hogy látogassanak el a Kultúrpalota földszinti termébe és nézzék meg ezt a kiállítást. 2023-ban is számos nívós rendezvényre, ünnepségre készül a Patinás Egyesület. Február 18-án, most éppen szombatra esik Jókai Mór születésnapja, megünnepeljük, megemlékezünk róla, átadjuk a Jókai díjat, és megünnepeljük a Magyar Szép Próza napját is. Utána, mint hagyományosan, megkoszorozzuk Egressy Béni emléktábláját, amit a Jóka Egyesület helyezett el az Iszter falán, és az év végére, tehát a hagyományos rendezvényeink, a Szent István napi ünnepség, illetve a Magyar Népmese, illetve az aradi vértanúk emlékezete után még tervezünk egy emlékestet a Kultúrpalota évfordulójára. 110 éves lesz a Kultúrpalotánk, és a tavasszal a Dunamenti Múzeummal közösen április 21-én nyitnánk egy kiállítást a Jóka Egyesület képzőművészeti szakosztályának megalakulása évfordulója tiszteletére. 100 éve alakult a JESZO, és egy reményeim szerint gazdag anyaggal tudjuk megünnepelni ezt az évfordulót. A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnökévé ismét Keszeg Margitot választották meg. Programjaikról értesülhetnek a szervezet Facebook oldalán, és hírt adunk róluk a komáromi lapokban is.